Sziasztok, én Markó Rebek vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz, de még mielőtt belekezdenénk a témába, pár dolgot muszáj megbeszélnem veletek. Az első az, hogy tudom, hogy elég régen volt videóm, viszont a karantén után és a minden második nap való posztolás után nagyon jól esett egy kis szünetet tartani, és most újult erővel elérkeztem a legújabb videómmal. Viszont körülbelül egy hete voltam fodrásznál, és csodálatos lett egyébként a hajam. És ma úgy döntöttem, hogy eltelt egy hét, úgyhogy megmosom a hajam, és kipróbálom azt az új lila sampont, amit vettem, és annyira csodálatos lesz az egész. Hát, ahogy láthatjátok, pontosan annyira lett csodálatos, hogy az első két tincsemet teljesen befogta lilára, úgyhogy most egy pár napig ezt a kicsit lila, befogott hajat fogom képviselni. És még egy valami, amit szeretnék nektek elmondani. Nem tudom, hogy fog kinézni egyébként az arcom kamerán, videón, de mivel mostanában videón nem találkoztunk, csak Insta Story-ba, hogyha nem követtek, akkor tegyétek meg, itt van a nevem. És ott általában szeretek filtert használni, így nem valószínű, hogy láttátok, hogy néz ki az arcom. Elkezdtem retinolt használni. Nagyon régóta gondolkoztam ezen a retinol dolgon, és 2-3 hete elkezdtem használni. És ami a vicces a retinolba, vagy az aktív hatóanyagokba, hogyha elkezditek használni, akkor esetlegesen először romlik tőle a bőrötök. Egy szóval a bőrötök megtisztul, maximum 6-8 hét alatt, és hát természetesen én beleestem ebbe a kategóriába, úgyhogy gyönyörű pattanásaim lettek. De hogyha kíváncsiak vagytok erre a témára, akkor egy kicsit bővebben beszélek róla nektek nagyon szívesen egy videóban. Annyit megmutatok, hogy a The Ordinary-nek használom a 0,2%-os retinolját, és nagyon kitartó vagyok, megvárom, hogy kitisztuljon a bőröm, és utána remélhetőleg élvezni is tudom majd a retinolnak az igazi hatásai. Na de, most, hogy ezeket tisztáztuk, térjünk rá a videónak a témájára, ami egy kicsit kaotikus, ugyanis hetek óta szerettem volna eljutni egy Müllerbe, amit valamiért itt Pesten nem olyan szívesen teszek meg, viszont ha otthon vagyok Hódmezővásárhelyen, akkor annál inkább, de egyszer se jött össze. Kétszer voltam otthon, és mind a kétszer valamilyen problémába ütköztem, leginkább a 9-től 12-ig való bejutással kapcsolatban, de most hétvégén sikerült megejtenem egy Müller tripet, és bevásároltam. Vettem olyan dolgokat is, amiket újra vettem, viszont van pár olyan termékem is, amit most először vettem, és szeretném kipróbálni, és arra gondoltam, hogy megmutatom nektek, és együtt el tudjuk dönteni, hogy mi az, amit mindenképpen ki kell próbálnatok, és mi az, amire felesleges költenetek. Úgyhogy most, hogy ezt megbeszéltük, szerintem kezdjünk is bele a videóba, és nézzük, hogy milyen újdonságok vannak itt nálam. Megpróbálok menő lenni, és nem összekötni a hajam, csak egy kicsit hátra dobni, és eldugni a füleim mögé. Az első dolog, amit szeretnék nektek megmutatni, amit vettem, az egy új naptej, ugyanis kifogytam az arcra való naptejből. Egy nivásat vettem megint, szerintem tavaly mutattam nektek. Plusz info, este videózok, úgyhogy ezt most nem fogjuk használni, de nap mint nap jelenleg ez az arcra való naptejem, és kifejezetten tetszik. 50 faktoros UVA, UVB olajmentes, amit nagyon szeretek, mert smink alá is szépen fel lehet vinni, úgyhogy ha naptejet kerestek, akkor szerintem ez egy jó ötlet lehet. A következő termék az egy nagyon mókás vásárlás volt. Egy-két hónapja feltöltöttem nektek egy videót a CBD-vel és a hatásaival kapcsolatban, ahol elmeséltem nektek, hogy én is szedek CBD-t, és nem csak olajformában, de arcra való termékekben is kifejezetten szeretem azokat a fajtákat, amiben kenderolaj van. Ugyanis a kenderolaj szerintem egy nagyon szuper összetevő, és úgy gondoltam, hogy veszek egy új ajakbalzsamot. Az EOS-nak van egy kenderolajas ajakbalzsamja, és normál esetben az ilyen kenderolajas termékek maximum zöld csomagolásúak, és ebben kiismerül, de ennek több ember által megerősítve olyan fűszaga van, hogy valami hihetetlen. Ugyanolyan jó, mint bármelyik EOS ajakbalzsam. Úgyhogy természetesen ez is nagyon jó, de az illatára vagy szagára nem számítottam.
Úgyhogy ez egy meglepetés termék volt. Többször mondtam már nektek, hogy nagyon szeretem a Catrice-t, és ezt látni fogjátok, hogy most sem változott, még mindig tart. És találtam ezt a szérumot tőlük, Glow Booster szérum, 10%-os vitamin komplexel. Általában nem szoktam csak így egy sminkmárkának megvenni bármilyen arcápolási termékét, viszont megnéztem az összetevőit, és a második összetevő a víz után a niacinamid, ami egy nagyon király alapanyag, nagyon szeretem az arcápolási termékekben. Emellett egyébként van még benne glicerin, E-vitamin, különböző tápláló összetevők, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom. Úgyhogy az első lépésünk ez is lesz, hogy felviszek ebből a szérumból pár cseppet az arcomra. És ezzel a lendülettel lépünk is tovább a következő termékünkre, ami egy Real Techniques-es szivacs, viszont egy újfajta lehet, bár nem vagyok benne biztos, mert nagyon régen nem voltam Müllerben vagy olyan helyen, ahol lehetne Real Techniques termékeket venni. És azt írja, hogy ez egy finish sponge. Nem vagyok egy nagy Real Techniques szivacs fan, tudjátok, a narancssárga fajta, az nekem annyira nem jött be. Viszont ez nagyon érdekes, mert elég textúrált a felülete, úgyhogy arra gondoltam, hogy adok neki egy esélyt, és kipróbáljuk, hogy milyen lehet, mennyire fog megnőni, mennyire lesz puha. Úgyhogy elő is veszem a két alapozómat. Van itt nekünk egy L'Oréal True Match, ez, ami a 3N Creamy Beige árnyalat. Ez az önbarnítós színem, és van itt nekünk egy L'Oréal Infallible, ez pedig 100-as linen árnyalatban, ez a nem önbarnítós színem. Jelenleg van rajtam önbarnító, de lehet, hogy ez egy kicsit sötét lesz. Mindjárt meglátjuk, bevizezem a szivacsot, és folytatjuk tovább. Bevizeztem a szivacsot, és itt van mellettem egy kis tálka, amiben hoztam vizet, és engedett a színéből, ami nem túl biztató, remélem, hogy nem lesz tőle rózsaszínes, lilás a fejem. Kicsit megdagadt, de még mindig nem olyan puha, és nem nőtt annyira sokat. Úgy néz ki az összes Real Techniques-es szivacs. Hasonló. Szérumtól nagyon jó puha egyébként az arcom, úgyhogy ez kifejezetten tetszik. Kinyomok két pumpát az alapozóból, és a lapos oldallal elkezdem felvinni az alapozót. Nem szívott be szerintem annyi alapozót, mint amennyit a sárga, úgyhogy azt mondom, hogy a sárgánál jobban tetszik, viszont a Beauty Blendert még egy picit mindig jobban szeretem, de ettől függetlenül egyébként szerintem szépen vitte fel az alapozót, úgyhogy kifogásom eddig nincsen ellene. Erről nagyon sokat beszéltem már nektek, a Catrice-nek a kamuflás korrektora az egyik kedvencem, kifogytam belőle, úgyhogy ebből vettem egy újat, ezt ma nem is fogjuk használni. Viszont vettem két új korrektort, az egyik az az Elf-nek a Camo korrektora, amit szerettem volna akkor megvenni, amikor a csak Elf-es videómat csináltam, hogyha nem láttátok, akkor itt tudjátok lecsekkolni, de akkor még nem volt elérhető Magyarországon, viszont most már kapható, úgyhogy mindenképpen be kellett szereznem egyet. Nagyon régóta szemezek a Catrice-nek ezzel az egy csepp korrektorával, és most rávettem magam, megvettem, és amikor kipróbáltam a kezemen, nagyon-nagyon tetszett. Úgyhogy arra a döntésre jutottam, hogy az Elf-es korrektort fogom használni az államon és a homlokomon. Remélem, hogy jó színeket vettem egyébként, és azokra a pontokra is teszek belőle, ahol van egy-két kis pattanásom. Na, ennek tényleg nagyon jó a fedése, úgyhogy ha van a közeletekben Müller, és nincsen elfogyva, mert nálunk egy-egy darab volt mindenből, akkor szerintem erre csapjatok le. Természetesen még nem tudom, hogy idővel hogy fog kinézni, mennyire fog elmozogni, vagy nem fog elmozogni, de annyiból, amennyi idő alatt most felraktam, és látom, nagyon tetszik. De most itt az ideje az egy csepp
korrektorunknak. Ezt azért felrázom előtte, és arra gondoltam, hogy úgy fogom felvinni, hogy ténylegesen egy cseppet fogok tenni két szemem alá, és ezt egy picit eloszlatom egy ecsettel, és utána jön a szivacs. Hogyha ezután nem kellene még videózni, akkor elég lenne ez is, viszont ilyenkor jobban szeretem, hogyha egy kicsit világosabb a szemem alatti rész, úgyhogy még egy cseppet eldolgozok. Nincsen olyan erős fedése, mint mondjuk a Jouer korrektoromnak, vagy talán ennek, de az is biztos, hogy sokkal könnyebb, sokkal vizesebb állagú, és talán nyárra, hétköznapokra mégis ezt választanám. És két cseppet teljesen le tudtam korrektorozni a szemem alatt lévő háromszöget, területet. Egy kicsit beleül a ráncokba, úgyhogy gyorsan lefixálom a szemem alatti részt, és lépünk tovább. Lefixáltam a szemem alatti részt, és az az igazság, hogy a púdert fantasztikusan szépen vitte fel. Kifejezetten elégedett vagyok azzal, amit látok. És akárhogy nézzük, árérték arányban azért rendben van ez a szivacs. 3000 forint, 2970, ha jól emlékszem rá. Sokkal jobban tetszik, mint az eredeti. Ha jól tudom, a Beauty Blendernek felemelték az árát 30 dollárra, 20 dollárról, úgyhogy akkor harmad annyi, de ha nem is tévedek, akkor fele annyi, mint a Beauty Blender. Nekem még mindig az a kedvencem, de ettől függetlenül rendben van. A következő termék, amit szeretnék nektek megmutatni, az nem más, mint egy Real Techniques ecset, egy púder ecset, és itt be kell nektek valljam, hogy bűnös vagyok, ugyanis nagyon sokszor a hétköznapokban szeretek egy ilyen nagy ecsetet használni, majdnem minden púderhez, és nagyon régóta szemeztem már a Real Techniques-nek ezekkel a nagyon pufi, nagyon puha, szállós púderecseteivel, és most rávettem magam, hogy vegyek egyet. Úgyhogy azzal fogjuk kezdeni, hogy az arcom maradék részét ezzel a nagy ecsettel és egy por állagú fixáló púderrel le fogom fixálni. Hú! Következő lépésünk a bronzosítás, kontúrozás, amit mostanában egy lépésben el szoktam intézni, és inkább csak a bronzosítással foglalkozom. És tudom, hogy mindenre ezt mondom, de nagyon régóta szemeztem a Catrice-nek ezekkel a papírcsomagolásos Clean ID termékeivel, és találtam ezt a bronzosítót, aminek nagyon tetszett a színe, egy kicsit sárgásabb barna, nagyon meleg tónusú, és egyáltalán nem csillog, teljesen matt. És most jön az a rész, amikor megmutatom nektek, hogy a hétköznapokban hogy szoktam sminkelni az egy nagy ecsettel. Oh, wow! Remélem a kamera is átadja, de alig nyúltam bele, nagyon picit tapogattam csak bele magába a púderbe az ecsetet. Látszik is rajta, hogy rendesen befogta, és nagyon pigmentált. Szerintem egyáltalán nem lett foltos, nagyon szépen fed, nagyon bejön a szín, és hogyha ezt egy kisebb ecsettel viszitek fel, például egy ehhez hasonló kontúr ecsettel, akkor szerintem nagyon-nagyon szép, erős, mély kontúr tudtok elérni, viszont hogyha egy nagyobb ecsettel viszitek fel, és csak éppen, hogy beleütögetitek, akkor egy ilyen szép, napsütötte, picit bronzos hatást tudtok elérni. Az ecset is nagyon tetszik, és szerintem ez egy új kedvencem lesz. És egy nagyon laza pirosítózás után jöhet a következő lépés, amikor nézelődni voltam a Müllerben, megláttam ezt a terméket, és
annyira megörültem, hogy elmondani nem tudom. Aki látott már tőlem legalább egy smink videót, az tisztában van vele, hogy mennyire imádom ezt az elfes highlightert, aminek a sztoria nem más, mint hogy megvettem, megszerettem, elejtettem, összetörtem, összeragasztottam, megint eltörtem, és a maradványokat használom azóta is. De töretlenül a kedvencem, tekintve, hogy nagyon-nagyon jó árba van, és vetekszik a Jeffree Star-os extra brutális highlighterekkel. Nagyon szép az arcon, nem hagy nagyon durva textúrát maga után, úgyhogy amikor megláttam, hogy van belőle egy barackos, bronzos árnyalat, azonnal tudtam, hogy meg kell vegyem. Úgyhogy a következő termékünk ez lesz. A highlightert mostanában egy viszonylag nagy ecsettel szoktam felvinni. Beleütögetem az ecsetemet több oldalról a highlighterbe, a felesleget lekopogtatom, és nagyon lazán az arccsontom ívén felviszem és felépítem annyira, amennyire erősen szeretném. Annyira természetes, mármint hogy értitek, mit akarok mondani, senkinek se csillog így az arca, ha csak nincsen beolajozva, de mégis annyira gyönyörű, és ebben a színben, ha egy picit is levagytok barnulva, imádom. Ez az új kedvencem. Egy nagyon picikét teszek az orromra is, megpróbálom a csúcsát egy kicsit feljebb csalni, mint ahogy valójában van. És a következő termék, amit vettem, és igazából már meg is bántam, hogy megvettem, leértékelve egy L'Oréal Micro Tattoo, valami szemöldök ceruza, Bro Artist, ez a aprócska kis filces szemöldök ceruza, jó ötletnek tűnt, amikor az üzletben kipróbáltam a kezemen, működött. Onnantól, hogy hazahoztam, nem működött, úgyhogy megmutatom nektek, hogy mi lenne a lényege. Nyilván azt látjátok, hogy ha ezeket a kis csíkokat húzzátok, akkor microblading hatást kellene, hogy keltsen, szálas tetoválás hatást, na hát ez nem történik meg. A világosabb színt vettem, gondoltam, hogy majd ez tök jó lesz arra, hogy nagyon természetes szemöldököt csináljak magamnak. Egyáltalán azóta nem fog, csak akkor, hogyha teljesen lelapítom az egészet, és így meg elveszti az egész lényegét. Úgyhogy ez egy nagy nem, leértékelve se vegyétek meg. A régi bevált Catrice-es szemöldökporral befejezem a szemöldököm, és folytatjuk tovább. És most, hogy megvan a szemöldököm, léphetünk tovább a következő lépésre, ami egy nagyon light-os szemsmink lesz, és arra gondoltam, hogy a bronzert és a highlightert fogom használni hozzá. A szemhéjamon egy nagyon kevés korrektor van, ez most így is fog maradni. Itt van nálam egy satírozó ecset, és ezzel fogom csak lazán a mélyítő vonalamba felvinni a bronzosítót, körülbelül ennyire. Váltok egy kisebb satírozó ecsetre, és a külső V-t picit kialakítom. Csak egy nagyon keveset teszek a külső sarokba, egy icipicit az alsó szempillatövemre is, de csak kívülre. Figyelek rá, hogy össze legyen kötve a felső szempilla vonalammal, majd az ujjam hegyével felveszek egy keveset a highlighterből, és elkezdem felütögetni a mozgó szemhéjamra. És igazából addig rétegezem, ameddig elégedett nem vagyok az eredménnyel. Egy kis lapos ecsettel pedig felveszek a világosabb highlighterből egy keveset, és teszek belőle a belső sarokba. Valamiért úgy érzem, hogy a szemöldök csontomra jobb lesz ez a szín, úgyhogy ugyanazzal az ecsettel a szemöldököm íve alá is teszek.
a satírozó ecsettel alulról egy picit dolgozom. Nem szeretném, hogy éles vonal maradjon sehol. Majd teszek fel egy kis szempillaspirált. És most léphetünk tovább a következő termékünkre, termékeinkre. Ha emlékeztek rá, mondtam már többször, hogy a műszempilláimat AliExpressről szoktam beszerezni. Na hát most ezen változtattam. 2 darab műszempillát is vettem a Müllerben. Az egyik, az egy Makeup Factory-s műszempilla, ami kifejezetten rejtett szemhéjra van kitalálva. Ebben a kollekcióban különböző szemformákra passzoló, hozzáillő műszempillák vannak. Vettem egy ilyen pillát is, használni fogjuk, látni fogjátok még, de amit ma szeretnék használni, az egy kisses műszempilla, nem tudom, hogy milyen a minősége, nem bontottam még ki, viszont nagyon tetszett, mert rövid és sűrű. És hogyha láttátok már a pilláimat, akkor tudjátok, hogy általában hosszú pillákat szoktam hordani, de nagyon régóta keresek ilyen rövid, sűrű pillát, úgyhogy nagyon megörültem, amikor megláttam, és reményeim szerint működni is fog a dolog. Nem pamut a kötés, de puha. Ez a pilla nem lesz a kedvencem. Maga az, ahogy kinéz a fazon, nagyon tetszik, de mégsem az igazi... Nem a legjobb. Az az igazság, hogy túl lapos, nem fekszik olyan szépen fel a szempilla vonalra és a bőrre. Ha az első műszempillátokat akarjátok megvenni, akkor ne ezzel kezdjétek, mert el fog menni a kedvetek tőle. De így összességében igazából... Tetszik, el fogom használni, de nem a legjobb pillám. Majdnem a legvégére 2 ajak termékünk maradt. Az egyik az egy másik EOS ajakbalzsam, ami egy színezett verzió. Nagyon sokszor van, hogy szeretnék egy kis színt felvinni a számra, de nem szeretnék rúst feltenni, nem szeretnék szájfényt feltenni, úgyhogy beszereztem egy ilyet. Van itt még nekünk egy Catrice-es szájfényünk is. Ilyen színem eddig... nem volt talán, vagy csak csillogósban, úgyhogy egy ilyet nagyon szerettem volna beszerezni, és ez még egy kicsit, tudjátok, ilyen ajakdúsító hatású is, úgyhogy ezt mindenképpen fogom használni, de most színezett hidratálón a sor. És az utolsó termékünk az a Sungasm fixáló spray a Catrice-től. Tavaly adtak ki egy új hatású fixáló sprayt, viszont abban konkrétan voltak csillám darabok, amik, tudjátok, visszaverik a fényt, és attól lesz olyan természetes fényű az arcod, viszont ebben nincsen, úgyhogy mindenképpen ki szerettem volna próbálni. És ezzel a végére is értünk a sminknek. Kíváncsi vagyok, hogyha egész nap hordanám azt a sminket, amit ezzel fixáltam le, akkor milyen lenne a nap végére, ugyanis egy nagyon picit olajosnak érzem magát ezt a fixáló sprét. Összetevők között első ránézésre nem láttam semmi olajosat, de jelenleg nagyon tetszik a végeredmény, amilyen az arcom, a bőröm lett miatta. Úgyhogy ezek az én nyár eleji újdonságaim, újravételeim. Hogyha van bármi ezek közül, a termékek közül, amit használtok, vagy próbáltatok már, akkor a komment részlegbe írjátok le a véleményeteket róla, kíváncsi vagyok rá, hogy nektek mi jött be, vagy mi nem. És hogyha tetszett a videó, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat. Természetesen kövessetek Instán is, az Instán mindig lent van a leírásban. Még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, a következő videómban találkozunk, sziasztok!